Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe Ubi, vagy uh, ingyen pénzt mindenkinek. Uh, érdekes lenne uh, most egy gyors közvéleménykutatást kutatást végezni, hogy, uh, vagy felmérést pontosabban, hogy ha így ezt mondom, hogy Ubi, akkor mire gondoltok. Persze így nem ér, mert ezt szép angolosan kellene mondani, hiszen egy angol rövidítésről van szó, és így már talán közelebb kerülünk a lényeghez. Universal Basic Income ennek a rövidítése, vagyis UBI. Azaz, hát egyetemes, már hogyha közvetlenül fordítjuk a a, az angol megfelelőjét magyarra, ezt általában feltétel nélküliként szokták magyarul mondani, tehát feltétel nélküli alapjövedelem, azt hiszem, hogy ez lett a magyar hivatalos neve, de az angol elnevezése kétségtelen ez, tehát Universal Basic Income, UBI. Azért kellene erről szól, régebben is gondoltam én már erre, egyes témaköröknél talán majdnem elő is jött mindez. Azért kellene erről szólni, mert egyfelől az elmúlt, hát az elmúlt évtized során sokszor előjött, és kifejezetten divatos témakörré vált a globális beszédtérben. Másrészt pedig most a a válság kezelése nyomán, főként Amerikában egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy felfoghatatlan mennyiségű, most már lassan ilyen ezer milliárd dolláros nagyságrendű ingyen pénzt próbálnak szétgorni a népek között, sőt már az is felvetődött, hogy hogy mindenkinek a számlájára rendszeresen utalnak ilyen pénzeket, de mindjárt azt is hozzáteszik, hogy ez csak erre is erre lehet költeni, és eddig és eddig a határidőig el kell költeni, mert egyébként elvonják a számlájáról. Érthető persze ebben a rendkívüli helyzetben, hogy így próbálják irányított módon a keresletet, a katasztrofálisan összezuhant keresletet valahogy élénkíteni, a great reset, vagyis a nagy újraindítás, értelemszerűen szerűen uh, igényli azt, hogy uh, hát akkor fogyasszatok, fogyasszatok, fogyasszatok. A nép viszont értelemszerűen nem akar fogyasztani, hiszen uh, hát mind mindnyájunk számára a mód felett bizonytalan a jövő, és az ember nem akkor kezd uh, korlátlan költekezésbe, amikor minden eddiginél, uh, minden eddigi értelmezhetőnél bizonytalanabb a jövő más stratégiai okai is vannak ennek, de erről majd a végén szeretnék szólni. Amit most a figyelmetekbe szeretnék ajánlani, az egy olyan logika, amit nem csak ennek kapcsán kell persze végig gondolnunk, de ha nem akarjuk, hogy ez a látszólag nagyon jó szándékú kezdeményezés, hogy persze, hát legyen egy feltétel nélküli alapjövedelem mindenkinek, és nagyon érdekes, hogy történelmileg ez mindig a legliberálisabb és vagy legbaloldalibb körökből került elő, mert azért nem előzmény nélküli ez az egész történet, és most is erről van szó. Szóval egy jó szándékú kezdeményezés, de hát ahogy a régi mondás tartja, és akármilyen elcsépelt közhely attól még igaz, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Tehát nem át, hogyha egy bármilyen jó szándékúnak látszó kezdeményezés esetén azért alaposan végig gondoljuk, hogy mi is lehet minden mögött. Talán onnan volna célszerű elindulni, hogy ahogy a Szentírás tartja, méltó a munkás az ő bérére. A szakrális létberendezkedés egyrészt teljesen természetesnek tartotta, hogy mindenkinek van létfeladata, és hogy ha elvégzi, eh, ahogy a szakrális elvek eh, azt illendőnek tartják, méltó módon elvégzi ezt a munkát, akkor, akkor méltó is arra a bérre, amit értek kap. Természetesen szó sincs arról, hogy ez valami idilli helyzet lett volna, de azért a szakralitás alapelve és az ősi birodalmaktól, Egyiptomtól kezdve mondjuk a Magyarországon is a hunyadiak koráig, többé-kevésbé évezredeken keresztül normális körülmények között a szakrális létberendezkedésben igenis volt egy természetes egyensúlya ennek a folyamatnak, és mindenki tudta, a munkás az ő bérére, mindenki számára világos volt, anélkül, hogy közgazdászként látták volna a jövedelmek és vagyonok áramlását, hogy mi miért van ebben a létberendezkedésben. Tegyük mindjárt hozzá, hogy persze voltak már, ahogyan két alkalommal is érintettük, a császárkori Róma az valójában már egy globális kapitalizmus kísérlet volt, tehát természetesen ez a több ezer év, ezt a több ezer évet rendszeresen megszakították globális kapitalista kísérletek. Azért bukott meg mindegyik, mert valami rejtélyes ok miatt nem épített magának technológiát. Ez is meg fog bukni természetesen, ez a mostani, csak sokkal csúfosabb és sokkal katasztrofálisabb lesz majd a bukása, mert hogy technológiát épített magának, és ezzel a technológiával valójában toj azt az illúziót kelti, hogy újabb és újabb technológiákkal meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyeket természetesen nem lehet anélkül megoldani, hogy magának a Rendszernek a létszerveződési elveivel és azoknak pusztító voltával ne szembesülnénk. Tehát amikor ilyen globális kapitalizmus kísérletek kezdődtek, ez a legújabb, aminek a kellős közepen vagyunk, illetve hát már inkább valószínű a leszálló ágában, ami kb. 600-700 évvel ezelőtt kezdődött és talán a legbrutálisabb eleme, ami szintén többször említettünk elemét, azok a bizonyos bekerítések jelentették, amikor az új létmód csillogó ígéreteire lecsapó arisztokrácia, a szakrális uralkodó, uralkodó társadalmi rétegek felismerték azt, hogy, hogy milyen kiváló dolog az a, valami, az az új létmód, ami hatalmas profitokat ígért akkor, hogyha felszámolják a szakrális földművelés rendszerét, tehát a szószoros földön földönfutóvá teszik a parasztjaikat, ami kétszeresen is jó, egyrészt elorozzák a földjeiket, és ott e, már Korakapitalista alapokra épülő, profitra épülő gazdálkodást folytatnak, másrészt pedig ezzel létrehozzák a földön futó és tökéletesen kiszolgáltatott parasságból a leendő munkás munkásosztályt. Ez a folyamat mindössze annyit jelent, iszonyatos konfliktusokkal, tragédiák tömegével járt, és általában 100-150 évig tartott minden nyugati. Országban ez körülbelül azt jelentette, hogy ez lett a 150-200 év alatt a parasság napi munkaideje az kétszeresére nőtt, az ezért kapott jövedelem meg a felére csökkent. Hát így már talán egy picit érthetőbb, hogy időnként parasztlázadások, sőt, parasztháborúk zajlottak, hát azért legyünk őszintén egyikünk se nagyon szeretné, hogyha viszonylag rövid idő alatt kétszer annyit kellene dolgozni, fele annyi bérér. már pedig ez történt, sőt, sőt, mikor ez a folyamat megindult, akkor hát éppen a tőkefelhalmozás gyorsítása érdekében valójában, ha nem is vallotta be, de évszázadokon keresztül, mondjuk a 18. század és még a 19. századnak a nagy részében is, minden vállalkozó úgy gondolta, hogy a legcélszerűbb az volna, ha a napi munkaidő 24 óra volna, és az ezért fizetendő bér pedig nulla. Hát azt persze tapasztalati úton érzékelték, hogy ez túl hosszú ideig nem nagyon működne, mert rövid időn belül elhunyna a tisztelt munkaerő állat, ezért bármilyen vonzó perspektíva is a Napi 24 óra munkaidő nulla bérért, de hát sajnos mégse lehet bevezetni. Egy picit kevesebbnek kell lenni a munkaidőnek 24 óránál. Hát hosszú időn keresztül nem sokkal volt kevesebb, kb. 18 óra volt, hiszen ez valamennyit aludni kell a szerencsétlen munkaerőállatnak. És hát nullánál egy picit magasabbnak kell lenni a bérnek, hiszen hát az ő fizikai testét valahogy fenn kell tartani annak érdekében, hogy másnap újra 18 órát tudjon dolgozni. De kezdetben valóban így volt. A 24 óránál alig volt kevesebb a napi munkaidő, és a nullánál alig volt több a, a bér. Ami ezután történt, azt a legtökéletesebben József Attila fejezi ki. Egyszer már ezt mondtam, hogy a 20. század legkiválóbb közgazdásza, és többen mondták, de hát nem is közgazdász volt tanárul. József Attila valóban nem volt közgazdász diplomája, de néhány összefüggést azt hiszem például ez a jogállamban pénz a fegyver, de amit ide idéznék az, az hogy a munkásnak nem több a bére, mint amit maga a kicsikart. Valójában az, ami lezajlott az elmúlt hát, közel 200 év során, az kizárólag csak brutális összecsapások és kényszerek eredményeként születhetett meg nem tudjuk, senki nem tudja ezen a világon pontosan megmondani, készként kapjuk azt, hogy mennyi a bér, de hogy mennyinek kellene lenni, hogy mi, mi, is volna az a méltányos, mi volna a méltó a munkás az ő bérére, ezt ebben a szét világban azt hiszem már soha senki nem fogja tudnék megmondani, de hogyha mindehhez hozzátesszük azt is, persze mindig van hivatkozó, hogy hát azért annyi a bér, mert annyi, meg majd, mert azokhoz képes, tehát ahhoz a teljesítményhez kell mérni, meg, meg majd, ha nagyobb lesz a teljesítmény, akkor nagyobb lesz a bér, de hát mivel ebben a szörnyű időszakban ott a 15., 16., 17. században szétroncsolták azt a szakrális intézményt, hogy méltó a munkás az ő bérére, azóta egyetlen munkavállaló sem tudja, soha nem is fogja most már tudni ebben a rendszerben, hogy valójában mennyinek kellene lennie a, bérének nem lehet már helyreállítani. Maga a rendszer akadályozza meg az, hogy valaha is helyreállítható legyen az, hogy, hát, hogy, hogy mindenki megnyugtató módon lássa azokat az összefüggéseket, hogy de miért pont ennyi? Megörököltünk egy rendszert, készként kapunk, munkavállalóként belépünk egy rendszerbe, ahol annyi, amennyi, amennyi. És aztán nem több a bére, mint amit maga kicsika Tehát, és legyünk őszinték, az egész időszakában, a 40-valahány évben, amit a munkavilágában töltünk, pontosan ez történik, hogy nem több a bérünk, mint amit magunk kicsikadni tudunk. Tehát az egész egy állandó és brutális küzdelem, egy nulla végösszegű játszma, jó esetben, rosszabbik esetben inkább negatív végösszegű játszma. És ha ez azt is hozzáteszük, ezt a kérdést is többször érintettük, hogy, hogy a, a proli, mint kifejezés, az a latin proli, például a proliferáció, tehát a latin proli előtagból ered, ami azt jelenti, hogy valami sok hasodik, a proliferáció azt jelenti, hogy, hogy búriázzik. a proli proliferálódott, a proletár proliferálódott, mert az volt neki a dolga. A világ urai számára így volt a lehető legjobban berendezhető a világ, hogy nem elég, hogy végtelen nyomorúságban van a proli, de attól is meg van fosztva, attól a, az esélytől is lehetőség, hogy ne proliferálódjon, az a dolga neki, és ennek eleget is tett, hogy korlátlanul, megállíthatatlanul búrjánozzon, annak érdekében, hogy folyamatosan óriási legyen a munkaerő túlkínálat, tehát rendkívül alacsonyan, alacsony szín évszázadokon keresztül rendkívül alacsonyan tartható legyen a munkabér. És ez hát végül sok kicsi sokra megy, tehát ez az óriási elhajlás a tőkejövedelmek és a munkajövedelmek között vezetett oda, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 40 emberének a vagyona, akkora, mint a legszegényebb 4 milliárd embernek, és hát értelemszerűen ez a folyamat nem csak hogy megállni nem tud, hanem rohamos gyorsasággal növekszik, hiszen az a 40 ember azért túl azon, hogy fejenként és 100 milliárd dollár feletti vagyona van, de sőt, lassan most már a 200 milliárdnál tartunk, Jeff Bezos meg Elon Musk személyében, és hát értelemszerűen igyekszik is a 200, közel 200 milliárd dollárjából adódó befolyását arra felhasználni, hogy lehetőség szerint olyan irányokba menjenek a folyamatok, amelyek őt segítik abban, hogy még gyorsabban növekedjen ez az egyébként is gigantikus vagyon. Nota bene egyébként ennek a 40 embernek kb. 400 milliárd dollárral emelkedett a, a vagyona az elmúlt egy év során. Tehát érdekes módon, miközben a világ döbbenetes módon szegényedett el a válság nyomán, ők valamivel több mint 400 milliárd dollárral növelték az addig is meglehetősen tetemes vagyonukat. És az, amit most javasolnak, és nagy valószínűséggel felerősödnek majd ezek a tendenciák, hogy igen, ilyen alapjövedelmet kell létrehozni, az valójában két dologra épül. Az egyik, ami az elmúlt néhány évben, vagy az elmúlt évtizedben, amióta felerősödtek ezek a törekvések, az pedig arra épült alapvetően, amit szintén József Attil azt mondja, hogy az a, aki szegény, az a legszegényebb, vagyis a szegénység az nem egyszerűen csak anyagi, pénzben mérhető anyagi kategória, hanem lelki, erkölcsi, szellemi szegénység, leépültség, tehát a szegény. Egy idő után már a szegénységét egyre inkább annak köszönheti, hogy nem képes megérteni azt a világot, ami körülveszi, és rosszabbnál rosszabb döntéseket hoz, majd a kétségbeesés nyomán, amikor találkozik a rossz döntéseinek pusztító következményeivel, ebből adódóan még rosszabb döntéseket hoz. Tehát valójában saját magát szegényíti el anyagilag is, ha még egyáltalán. Ez értelmezhető, és lelki, erkölcsi, szellemi értelemben is. Tehát ami miatt forszírozzák ezt a világurai, az az, hogy most már pontosan lehet tudni, hogyha bevezetnék ezt a jövedemet feltétel nélkül, a legnyomorúságosabb helyzetben lévők azt azonnal olyan, valójában önpusztító javakra idézőjelbe téve költenék, amelyeken viszont hatalmas profit van, tehát globálon nyalókákra, hogy szoktuk mondani, mindenféle pusztító hülyeségekre, amelyek csak arra jók a rendszer urainak, hogy ezen keresztül még jobban kifosszák az eddig is kifosztottakat, és ők meg ezen keresztül is, a legnyomorúságosabb rétegektől is újabb hatalmas profitokra Tegyenek szert. Ez volt tehát az a jó szándékú törekvés, ami eddig meghatározta a feltétel nélküli alapjövedelemre való törekvést. De most már egyre inkább megjelenik az a másik folyamat, ami részben ez a válság és a Great Reset, a nagy újraindítás is viszonylag nyíltan beszél erről hogy most fog csak igazán felgyorsulni az a folyamat, ami az embernek géppel való helyettesítése, vagyis több millió, bizonyos értelemben akár több milliárd, különösen, hogyha Afrikában valóban továbbra is olyan szinten marad az évszázad további részében is a termékenységi ráta, akkor több milliárd ember lesz teljesen felesleges, és hogy milyen szép és milyen humánus dolog, hogy ezeknek a rendszer urai által kiprovokált módon a rendszer degenerálódása következtében több százmilliós, sőt több milliárdos olyan tömegek jönnek létre, a aki, aki a semmibe születik bele. De hogy milyen jó lenne a többiektől, akik, akiket persze nyilván egyre jobban ki kell ennek érdekében, fosztani, átcsoportosítani összegeket, hogy azok az emberek, a legnyomorúságosabb emberek a lehető legpusztítóbb, de legtöbb profitot tartalmazó dolgokra tudják utána esztelenül költeni mindazt, ami azért nagyon jó, mert szétroncsolja azokat a rétegeket is, akik még viszonylag normálisak lennének, tovább roncsolja, ha ez még egyáltalán lehetséges, a legszegényebbeket, viszont tovább növeli a leggazdagabbak eddig is gigantikus vagyonát, ögyes, mondhatnánk erre. És hát azt hiszem, hogy ezen, a, ezen az egy cseppben a tenger, belátom, nem ez a legfontosabb dolog most, de higgyétek el, Azért gondoltam, hogy legalább egy beszélgetés erejéig érdemes ezt is idehozni, mert ebből is az derül ki, hogy a, tényleg a legkedvesebb, legjámborabb és magában valóban nagyon jó szándékú kezdeményezések mögött is, ebben a pusztító világban sajnos az esetek döntő többségében, ebben az esetben mindenféleképpen, pusztító szándékok, gátlástalan cinizmussal és álságossággal előadott törekvései húzódnak meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.